Gárgé, én úgy hallottam, van egy olyan ország, ahol még a parlament körül is teli van majommal. Ott még jó világ lehet, de meglátod, ott is úgy lesz, mint nálunk. Addig s addig, hogy bekerülnek a parlamentbe. Holiday All Beat. Azt mondják, hogy nekünk csavaros eszünk van. Igen, Gárgi. Csak az a baj, hogy neked a menet már meg van futva. De All Beat. Én milliómos akarok lenni, mint a nagyapám. No tá, hát vesz az öreg avót. De hogy, csak akar. Gárgi. Az petroleum volt. Az. Mi volt ott az a, nálatok az udvaron, az a valami? Az. Hát az a vajami a pitbull, Gárgi. Megmondtam én, hogy az nem kutya volt. El se tudom képzelni, mi lesz a fiamból. Az ég világán az semmihez se ért. Na búsulj, Gárgi! Ha már semmire se jó, hát csinálsz belőle egy politikus. Azt mondják, hogy az a pálinka, ez nagy ellenség. Gárgi, az miféle gyáva ember, aki fél az ellenségtől? Azt hallottam, hogy ahol van a csűröd, pont ott lesz a vasút. Te Gárgi! Hát ezek azt gondolják, hogy én itt nyitogatom a csülkaput, mikor jön a vonat. Mi lett veled, Olbi? Egész nap ott rázott a hideg a kapuba, még sapka se volt a fejedén, pedig hogy fújta a havat? Hát az volt a baj, Gárgi, hogy én egyet veszekedtem az asszonnyal, s nem került egy olyan bátor ember, aki bement volna, s a sapkámat kihozta volna. Rémáz az adáján sokonai? És szarfma élre a búvú, muhenom, júi. Látta de Gárgi, milyen okos ez az ember, hány nyelven beszélt? Mit írtál vele? Mi van veled, Gárgi? Meg vagy-e bolondulva? Mit beszélsz, Olpi? Bévettem az orvosságomot, s elfelejtettem félrázni. Mit akart tőled az az idegen ember? Gárgi, az csak azt kérdezte, hogy van-e itt a faluba mechanikus? Tényleg te? Van-e? Gárgi, hát ezt te is tudod. Nincs itt semmi mechanikus. Itt mindenki katolikus. Gárgi, te, hát te miért nem segítettél a plebános úrnak? Szegény egyedül végigszegezte az egész kertet. Te csak ott tartottad a szájadot. De Olbi, hát én csak azt akartam megtudni, ha a plebános úr az újjára üt a kalapáccsal, mit kárinkodik? Hallod-e, Albit? Te nem akarsz venni egy fél disznyót? Egy fél disznyó? Hát a Gárgi, hát az hogy néz neki a pajtával? Hát az áldől! Befogom a lovam, befogom a lovam. Inkább fognád be a pufádot, Gárgi! Te hallottál-e arról, hogy 2012-ben jön a világ vége? Na törődj, Gárgi! Hát mi úgy le vagyunk maradva, hogy itt még 50 év múlva se lesz világ vége. Te Olpit, nagy gondba vagyok. Vajon márja ki a lovammal indulni a versenyen? Gárgi, nyugodtan indulhatsz. Amilyen lovad neked van, biztos, hogy elkerülöd. Azt mondja anyósom,
hogy egy marha se iszik annyit, mint én. Te mit mondtál ára, Gárgi? Hát azt, hogy mama, ezt maga nem érti. Tudja-e, hogy a marháknak nincsenek komái? Te Albit, én azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha valaki felfedezni a varázspálcát. Gárgi, azt már felfedezték. Csak azt mondják, hogy nem működik. Hogy létezik, hogy a te tehenád olyan sok tejet ad? Gárgi, én minden reggel megkérdezem, hogy Gyöngyi drága, ma tejet eszünk, vagy marhahúst? Gárgi, te hogy hívod a kutyádot? Hát úgy, hogy kusz. Te hol bőta, hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Gárgi, hát ha nincs más, csak ilyent lehet. Én azt nem értem, hogy hogy ment József a Hézát feleségül? Hát, az úgy kezdődött volt, Gárgi, hogy kijöttünk a bálból, és megkérdeztem, hogy József, ha haza kísérhetlek-e? No, mit mondott? Hát, csak annyit mondott, hogy meghalt! Te Albit, vajon milyen messze lehet tőlünk Afrika? Hát az nem is lehet olyan messze, Gárgi. Én a múlt héten láttam Gyergyóba egy négert biciklivel. Te emlékszel-e, Gárgi? Micsoda betyár legények voltunk. Főleg én? Most hogy le vagyunk szerelve? Főleg te? Nézd meg, Albit! Nem elég, hogy megbüntettek. Még a szekeret is el akarták venni a rendőrök. Hát mi van, Gárgi? Ezzel gyorsan hajtották. Hát én nem emlékszek, Albit. De úgy mondják, hogy alacsonyon szálltak. Gárgi, te olyan okos ember vagy. Te jártál-e iskolába? Jó, hogy igen. Hát akkor hány osztályod van? Te Albit, nekem pont annyi van, mint a vonatnak. Első s másodosztály. Hova menekült előled úgy az a gyermek? Én azt a kölyket hazáig kergettem, mert állok a tehenemmel a legelőn, oda ő mellém, s azt mondja, hogy egyik marha legél, s a másik csak nézi. Éj, te Gárgi, mit meg nem él az ember? Képzeld el, az este az asszony megengedte, hogy a vacsoránál válogassa. Te Albit, hát az jó. No, de mi volt a választék? Hát, az, hogy kell vagy nem kell. Olyan lett a felesége, mint a bumerang. Albit, én azt nem értem. Úgy van, hogy akár meddig kergetem el, az örökké visszajő. Mondd meg, mit csináljak. Nem tojnak a tyúkok, nem lesz húsvétra piros tojás. Gárgi, vettem én egy fagyasztott tyúkot, azt megmutattam nekik. Azután úgy tojnak, mint a golyószóró, még a kakases tojik minden második nap. Albit, te nem bőjtősz? Én úgy láttam, vacsorára tepert jutettél. Jól láttad, Gárgi, de tudod-e, annak úgy ki van nyomva a zsírja, hogy még a püspök úr is megehetné. Mondd meg nekem, hogy te miért akarsz sokáig élni? Tudod-e, te Gárgi, hogy mibe kerül egy temetkezés? Hát, te Gárgi, én többet nem iszok. Az éjjel és a szénával utta. Szinte elvett az Isten hidege. Hol védhat én? Szeretek a szénával unni. Na jó, jó, Gárgi. Csak ez a széna még nem volt lekaszálva. Hány éves voltál, mikor József át feleségül vetted? Gárgi, én 31 voltam. De nem is én voltam. Addig volt jó.
Hátra is hagytam, hogy írják fel a keresztemre, élt 31 évet. Albi, te hallottad-e, azt mondják a tudósok, hogy mi majomból származunk. Ők igen, de mi nem. Te Albit, hallom voltatok lakadalomba. Igen, Gárgi. Képzeld el, hogy a menyasszon reült egy égő szivarra, és elkezdett a rokojája hátul füstölni. No, ezt meglátta az asszon, és azt mondja nekem, hogy te Albit, hát én is voltam menyasszon, és égni éget nekem is. De nem annyira, hogy füstöljön. Én azt nem értem meg, hogy mi nem lehet meginni egy-két pohár jó erős pálinkát vezetés közben. Éj, bebuta vagy te, Albit. Hát az azért már kilócsók. Azt mondja az asszon, hogy egyet ki szeretné festeni a szemét. De Gergé, hát mit mondtál neki, hogy néz neki? Hát megmondtam én neki, hát ha úgy viselkedik, estig még megkékülhet.